szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora. Görgei Gábor író a ma esti vendég. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A rendszerváltás környéke az, ha jól látom, mindenféle adatokból, hát persze ezeket a internetről vadászom ki, akkor 82-88 között a Szegedi Nemzeti Színháznál irodalmi vezető, igen, és még ebben az időszakban rendez a Madásban, szóval ez már totálisan a színházi világ, ami azért úgy már az 50-es évek végén elindult. Mire emlékszik ebből a korszakból? Először is a 80-as éveket én nagyon szerettem. Nagyon szerettem, mert egyrészt ugye a Kádár rendszernek ez a legpuhább utolsó korszaka volt. Tulajdonképpen mindent meg lehetett írni. Hát kivéve azt, hogy a párt bomoljon fel, és a Szovjetunió bomoljon fel, ami aztán megtörténik, ugye, megtörtént, de tulajdonképpen mindenről, mindent meg lehetett írni. A 70-es évek végén kezdtem el a felváltva a Csurkával, a Magyar Nemzetben, hogy én régi magyar nemzetes voltam. Igen. 59-től különböző kritika, színházkritika, stb. Televízió, rádió, stb. És egy idő után meguntam, és akkor a Pető Tibor volt a nagy alapítónak a fia, a főszerkesztő, és akkor bementem a Pető Tiborhoz, azt mondom, Tibor, ezt 17 éve csinálom ezt a rádió mellett. Már a vízállás jelentésről is írtam kritikát. Unom, valamit kitalálnék, hogyha... Hát azt mondja, mire gondolsz? Hát mondom, a régi magyar 19. század végi nagy tradíciója volt a magyar újságírásnak a tárca. A tárca a Mikszáth Kálmántól kezdve Kosztolányig, és a többi, és a többi. És ezt a fantasztikus műfajt a Rákosék írtották ki tulajdonképpen, ugye, mert a tárca az egy félirodalmi, fél publicisztikai műforma, mondjuk így, vagy műfaj. Tehát szubjektív, de lehet nagyon konkrét is, nagyon erőteljes, napi politika is lehet benne, de lehet benne lira, stb. Tehát mondom, én valami ilyenre gondolok. És akkor a Csurkával felváltva elkezdtük a tárca feltámasztását. És én nagyon szerettem, nagyon gusztusos, vagy úgy mondjam, műfaj volt. A novella iskolája a napi politikának az egyik formája. Csurkával akkor jóba voltál ebben az időben, ugye? Csurkával? Igen. Hát, hogy ne, persze. Hát akkor még a Csurka más volt. Más volt. Van egy fotó, ami megjelent a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az Írók és a Balaton kiállításában. Én már nem is emlékeztem rá, de megfelelkeztem róla. Nekem volt egy kutyám, egy magyar vizsla, az Énó, és dobok valami falatot a kutyának, amelyik így áll vigyázban és várja, és mögötte pedig a Csurka hason fekszik, és kitátja a száját, és ő is várja a falatot. Hát ezt csak azért mondom jellemzésül, hogy hát ennyire jóban voltunk, bár néha ugye, ha berúgott, akkor köztudott, hogy hát előjött belőle egy smás, amit zsidózott, ami aztán később hát
enyhén, nem nagyon rossz kifejezés, de kivirágzott a rendszerváltás után. Na, szóval aztán a Csurka valamilyen balhé miatt kimaradt ebből, és akkor én szerveztem egy négyest, a Szakonyi Karcsi, a Gyurkovics Tibor, Nyerges András és én, és mi felváltva csináltuk ezt. És ahogy a 80-as évek haladt, egészen 85-ig, ami egy nagy cezúra volt, hiszen akkor kezd a Gorbacsov, ugye, ha jól emlékszem, akkor jött a Gorbacsov, ugye, és ez természetesen lecsapódott a magyar szellemi élet, kulturális élet, sajtóvilág, stb. Területére is, és akkor aztán tényleg gusztusos dolog volt, pláne úgy, hogy az ember érezte, hogy valami közeledik. Aki azt szoktam mondani, hogy aki azt mondta 1985-ben, hogy 90-ben megtörténik az, ami megtörtént, tehát felbomlik a Szovjetunió, és jön a mi szabadságunk, akkor azt mondom, hogy hazudik, és ilyen nincs, ilyen jóslat nincs. De, mert ugye utólag, amikor megtörtént az a nagy történelmi váltás, akkor egyszerre csak előbukkantak a jós emberek, ugye, akiket én megmondtam alapon, viselkedtek és írtak. Hát partizán is mindig később lesz az ember. Igen. És na, de szóval, ahogy haladt a előre, egyrészt most bocsánat, ugrálok, mert most visszatérek az írói életemre. Az írói életemben is ugye egy nagyon jó időszak volt. Én sok műfajú írónak neveltem magamat, tehát lirikusként kezdtem, mint majdnem minden író, rengeteget fordítottam, aztán novellákat írtam, a novelláknak a nagyon jó iskolája volt a tárcaírás, regényt írtam, méghozzá nagy regényt, de a legjobban drámát szerettem írni, szóval a színház világa és a drámaírás gyönyörűsége, mert nekem gyönyörűség volt drámát írni, ez volt az én igazi területem. És ugye akkor 80-ban írtam a Bulvár című darabomat, amit Kecskeméten mutattak be, nagy sikere volt. Akkor 82-ben írtam a Galop a vérmezőn című darabomat, a kitelepítés volt a témája, tehát egy volt hortista tábornok, de egy tisztességes hortista tábornok, aki a vészkorszakban üldözötteket mentett, és különösen egy üldözöttet, az megkapja a kitelepítési végzést, hogy másnap kitelepítik, és nem részletezem, e körül zajlik a darab. Igen, tehát 24 ez egy személyes élményed, 51-ben kitelepítettek. Hát nekem meg volt a saját élményem, igen, erre, igen. Ugye, mert miután kirúgtak az egyetemről, ugye, én 48-ban érettségiztem, utána német-angol szakos voltam az egyetemen, éltanuló voltam a Turoczi Trosternél a német tanszakon, és sőt, felvettek a 5-ös kollégiumba is, de akkor volt a 5-ös kollégiumban is a váltás, igazgató váltás történt, és jött a Luther Tibor, és a Luther Tibor az egyetemen lett a tanszékvezető, és miután ő fel volt háborodva, hogy én visszautasítom a felvételemet a 5-ös kollégiumban, mert nem tetszett a szellemisége, ezért kirúgtak az egyetemről is, utána elmentem
a Nemzeti Színházba statisztálni, és a Nemzeti Színháznak én munkakönyves tagja voltam, óriásokkal dolgoztam, ugye, dolgoztam, szóval óriások mellett dolgoztam, Bajor Gizitől, Somlai Artúron keresztül, Tőkés Anna, Básti, stb. Stb. Tehát én ott a színház szeretetét igazán ott tanultam meg, és azt is ott tanultam meg, hogy mik a nagy titkai a színháznak, és ezt mint drámaíró, ezt aztán hasznosítottam is. Az volt a híred, hogy egy sármőr vagy, tehát a budapesti társaság életnek egy nagy figurája. Rengeteg embert ismertél, tulajdonképpen mindenkivel jobban voltál, és mindenkiről volt egy jó történet, ez is fordítva. Ez a társasági élet, ami gondolom, hogy a színház körül forgat azért jó részt, meg az Írószövetségből jövő barátok, az milyen volt a 80-as években? Volt egy fényes Szabolcs dívány, ahol a Szabolcs minden este ott volt, és körülötte pedig a színészek az előadás után oda sereglettek. Ez melyik színházban volt? Hát például a legközelebbi a Madách Színház volt, a Fészeklubhoz. És ott volt ez a dívány? Igen, most is megvan. Nem tudom, hogy pont ugyanaz, de ott ugyanazon a helyen megvan a dívány. Aha. Igen. És most ugye aztán idővel ez a nagy élet, ahogy nehezült a színészek élete, a kulturális élet változott, az állam kivonult a mecenatúrából, stb. Szóval mindannyiunk a kultúra szereplői számára minden megnehezült. Akkor egy kicsit ez a fészekbeli együttlét és nagy élet, hogy úgy mondjam, ez megszűnt. Hát nem beszélve arról, hogy a Szabolcs, aki ennek a centruma volt, akivel sokat is dolgoztam egyébként, ő meg is halt. Tehát volt egy nagy gödör, ami most van megszűnőben, mert most a fészek újra kezd feltámadni. Na de hát te tulajdonképpen azt kérdezted, ugye, hogy a 80-as évek, ugye, tehát a Galop a vérmezőn az úgy olyan siker, Ádám Otto rendezte a régi kis Madácsban, ugye most Örkény Színház, és Mensáros László, aki nekem egyébként is haláláig jó barátom volt, tulajdonképpen neki írtam a darabot. Ő nyaralt Leányfalud, már mint az Ádám Otto, kiküldtem, akkor még ugye nem volt ez a mai technikai lehetőség. Hogy megküldtettél SMS-t, Gmail-t sem, Messenger-en. Postán kiküldtem. Másnap kaptam egy táviratot, novemberben bemutató, főszereplő Mensáros, Piros Ildikó, Horesnyi, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ezt csak azért mondom, hogy volt ilyen is a magyar színházi életben, ahol az író otthon érezhette magát, és ahol a színház vezetője, vagy a rendezője olyan gyorsan tudott reagálni valamire, ami őt érdekelte és amit fontosnak tartott, hogy alig írtam meg a darabot, és már készülöttek a olvasók. Voltak éppen megrendelte ezt a darabot? Tehát ő azt mondta, hogy van most valami, miről kéne. Én elmondtam, hogy mit az kitelepítésről szeretnék írni. Egyébként volt nekem egy darabom évekkel ezelőtt, még a Radnóti Színpadnak írtam, és amit a Pécsi Ildikónak írtam azt a darabot,
És abban már ezt a témát úgy kezdtem körüljárni, tehát ezt az 51-es és 51 után következő témát kezdtem össze. Tehát az egy egyfelvonásos volt, nagy sikere volt egyébként, és jó. De ott kezdte a pályát a Hegedűs D. Géza. Itt ők ketten voltak a főszereplők, a Pécsi Ildikó és a Hegedűs D. Na, szóval summa summarum, olyan sikere volt, hogy a Madách téren sorba álltak az emberek, és a Hoffi, akinek esténként ment a Hofféliája, és bár jött be készülődni, de még az én finálém tapsa zajlott, és akkor nagyon jóba voltunk egyébként a Gézával, és akkor a Hofi jött be, és oda szólt nekem, hogy elviszed a tapsomat. Na, szóval ez volt a másik nagy örömöm, de ahogy a politikai helyzet keményedett. Most nem tudom, hogy mondjam, inkább, hogy puhult-e, vagy keményedett. Hát valószínűleg mind a kettő igaz, bocsánat, csak közbevágok, hogy hát Kádárnak ez volt az a korszaka, amikor részén nagyon megijedt a Gorbacsovtól, mert káoszt látott benne, nem úgy, mint korábban az ő mentorában, a Hruscsovban. Igen. És elkezdett keménykedni, és a politikai bizottsági üléseken mondta, hogy föl kell lépni az ellenzékkel szemben, a maga durva módján, és verte az asztalt. De közben meg már nem volt ereje a rendszernek ehhez. Igen. Tehát mind a kettő jelen volt valamiképpen. Igen, igen, igen. Tehát azt éreztétek, hogy keményedik a rendszer? Hát most furcsát mondok, megpróbált keményedni. Hát a Grósz Károlyra ugye és mi emlékszünk. A Grósz Károly, ő volt azt hiszem a párt utolsó főtitkára, tehát a Kádár. Az MSZMP-nek a Kádár, van utolsó főtitkára. Korábban miniszterelnök, és oda még és miniszterelnök, és a többi. És hát ő őrületesen kemény beszédeket tartott, és fehér terrorról beszélt, és a fehér terror feltámadásáról, és a minden, mert túl szabad volt a sajtó, túl szabadon írtak az írók, és szóval magyarán szólva azért keményedett a helyzet, mert ugyanakkor puhult. Szóval ez furcsa. De egyébként a pártközpont így próbált rátok szállni bemutatók meg darabok kapcsán? Vagy ez csak egy ilyen kísérlet volt, de igazából nem sokat éreztetek belőle? Hát ugye volt egy osztály, amelyik azzal foglalkozott a színházi világgal, de mennyire, hogy foglalkozott, mert például a Galopra visszatérve 82 őszén az Ádám Otto elkezdte próbálni, közben megjelent a Boldizsár Ivánnak, volt akkor egy lapja, nem emlékszem már a nevére, volt egy ilyen kulturális lapja, abban ő lehozta a darabot, és viszont volt egy pártkongresszus, ahol az Acél egy nagy beszédet tartott, és a beszédnek az egyik passzusában, emlékszem a mondat kezdésre, azt mondta, hova tovább? Kiderül, hogy a hortista tisztikar és a hortista tábornokok mind kiváló üldözötteket mentő ember volt, és akkor ebből egy ilyen filippika keletkezett, és a próbák közepette az én galoppomat letiltotta, amiből viszont elég nagy botrány lett, még a Boldizsár Iván is írt róla, meg mindenféle, de feltűnést keltett, hogy akkor már kvázi abban a 80-as években már nem volt divat betiltani dolgokat. Hát nem úgy, mint a Rákosi korszakban. Hát azért a Tiszatáj betiltására, a Mozgóvilág betiltására emlékez vissza. Hát igen. És
És az, de az Ádám Otto, aki egy ilyen csendes, de nagyon elszánt pasas volt, ő a következő évadban újra elkezdte próbálni, és így nem 82-ben, hanem 83-ban mutatták be, és óriási sikerrel ment, és akkor már nem szólt az a cél, hogy hova tovább. Igen, egyébként a kulturpolitika hogy kezelt? Ugye egy ilyen, hát ilyen nagyon-nagyon úri család sarját, akinek azért mégis a felmenője, hát kvázi magyar nemzeti hős, bár ugye a Kossuth-tal való összehasonlításban még akkor nem mindig jött ki jól, de hát kétségkívül egy úri ember, akit még ki is kellett telepíteni, lám az 50-es években. Szóval mit, hogy kezeltek téged, hogy bántak veled? Amikor én visszakerültem, ugye az első Nagy Imre kormány idején, tehát Stalin halála után, a Nagy Imre első lépései közé tartozott az amnesztia, ami nem csak a börtönvilágra és a politikai foglyokra vonatkozott, ugye hát akkor, hanem például a kitelepítettekre is, és én akkor elkezdtem visszamászni a éppen, hogy megkezdett irodalmi világba, és egy-két versemet, meg egy-két kritikámat közölték, meg milyen. Te voltál az úgynevezett társutas kategória, ha jól értem az akkori kifejezéseket, ilyen rendben van, de azért kicsit megtűrt. Néha oda kell figyelni rá, mert nem egészen a mi emberünk, de azért már valahogy neki is helyet kell szorítani. Nem ezt érezted? Egy-két ember segítségével jött ez létre. Én ezt a társutast nem biztos, hogy ennek örülnék, mert én nekem soha egyetlen egy mondatom és egyetlen egy megnyilvánulásom semmikor, tehát sem a Rákosi rezsimben, se a Kádár rezsimben egyfajta egyetértést, és hogy úgy mondjam, tehát én sose zupáltam be. Világos, te voltál a polgári csökkevény, maradjunk ennyiben. De aztán később, amikor már a publicisztikai vagy tárcaírói korszakom elkezdődött, akkor én nagyon kemény tárcákat írtam. De volt néhány fontos ember, aki szerette valahogy a személyiségemet, amit írok, stb. Nem beszélve olyan emberekről, mint a vagy István, én csak Vas Pistát tudok mondani, mert nekem olyan atyai jó barátom volt, hogy neki rengeteget köszönhetek. És ugye ő fontos ember volt, ő neki szava volt. Akkor nagyon szimpatizált velem, hogy így kell mondanom, mert így érdekes, az Illés Endre, aki viszont ő volt az irodalmi életnek a pápája, lehet mondani, ugye a Szép Irodalmi Kiadó igazgatója, mindenki rettegett tőle, de ő egy nagyon jó ízlésű, nagyon finom ember volt, és valószínűleg a írásaim mellett neki megtetszett hogy is mondjam, a stílusom, az úri emberségem, stb. Úgyhogy többször vacsoráztunk első feleségemmel nála, meg és egyáltalán nagyon sokat köszönhetek neki. Ezek az emberek azok, akiket én elsősorban megemlítenék. Innen folytatjuk egy perc múlva Görgei Gábor íróval. Szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora. Görgei Gábor író a vendég, a rendszerváltás körül időkről beszélgetünk. Elmúlt 85, ugye amit te magad is azt mondtad, hogy korszakhatár, Gorbacsov megérkezése, és közeledünk ahhoz a pillanathoz, amiről korábban azt mondtad, hogy
Hát, ha valaki azt mondta volna, hogy ebből 90-ben rendszerváltás lesz, akkor azt hazugnak tartotta volna. De e felé haladtunk kétségkívül, tehát szóba került most már a ellenzék megalakulása, létre is jöttek ezek a pártok, az MDF elsőnek, Fidesz, stb. És szóba került a szabad választások megrendezése. Tehát egy újfajta verseny a politikai erők között. Igen. A te környezeted ez hogy reagálta le, hogy mi történik itt, mi lesz itt? Hát először is a tárcáimban ennek megvan a tükre. Nekem 6 kötetem van, amit a tárcagyűjteményeimből, tehát én most nyugodtan mondhatom, amit mondok, mert utána lehet nézni, tehát nem blöffölök. Megkeményítettem a turnusomat, és nagyon erőteljesebbé váltak a tárcáim. Maga a rendszerváltás az számomra egy csodálatos élmény volt természetesen, és ráadásul én 2-szer éltem át a rendszerváltást, nagyon, nagyon mindjárt elmondom röviden, hogy. Ugye Magyarországon a régi magyar tradíció szerint ugye egy gyönyörű, de szomorú himnusz nemzete vagyunk, ugye, és általában ez a karakter, ez végigvonul a nem csak az ünnepeinken is. Tehát maga a magyar rendszerváltás, ami egy eufória volt, egy csodálatos eufória, egy temetéssel kezdődött, ugye? És egy toporzékoló fiatalemberrel, aki kijelentette, hogy kikergeti a szovjet csapatokat az országból. Akkor jelentette ezt ki, amikor tudta, és figyelmeztették is rá, hogy már ez le van, ez csúnya szót mondok, le van tárgyalva, vonulnak ki, megkezdődött. A másik rendszerváltás, és ez a két nép, én nem nagyon szeretem ezt, hogy a népeknek karaktere van, de most mégis hadd használjam. A feleségem, aki operaénekesnő, és aki akkor Bonnban volt, a Bonni Operában, akkor Bonn volt még a ugye, főváros, és én akkor ezek az éveim úgy teltek, hogy én pedliztem Budapest és Bonn között, ugye a második feleségem egyébként, Iván Ildikó, és amikor és mindig úgy volt, hogy itthon töltöttem 3 hetet, 1 hónapot, írtam, akkor írtam a nagyrendgényemet is egyébként, az utolsó jelentés Atlaszt is szólt, amit 12 évig írtam, és aztán kimentem Bonnba hozzá, ott szintén írtam, de ott voltam 3 hétig, 4 hétig, és úgy adódott, hogy a fallebontás óriási eseménye, ugye a német, a berlini fal leomlása, azt én ott töltöttem, akkor ott voltam éppen Bonnban nála. És én én életemben még ilyen fantasztikus fiesztát nem éltem át. Szóval egész Bonn borzsgott, egész Bonn énekelt, táncolt, szóval egy hihetetlen fiesztát éltem át, mert a németek tudnak örülni. Mi kevésbé tudunk örülni, vagy legalábbis mindig belekeverünk egy kis rehabilitációt, vagy egy újratemetést, vagy valamit, ami a szomorúság része a magyar történelemnek. Tehát én ezt a furcsa dupla rendszerváltást, ezt a
nagyon jellegzetes és nagyon fontos emlékeim között tartom számon, és írtam is róla, bele is fűztem az egyik regényembe. Igen. Óriási dolog volt, és amire megint hadd hivatkozzam arra, amit megírtam, hogy csodálatos a Antal József a maga tisztességével, mert én nagyon tisztességes ember, ismertem őt egyébként, jó barátságban is voltunk, mondhatnám. Az Antal Józsefnek azt a emberfeletti törekvését, hogy institucionálja a demokráciát, ugye? Hiszen az nem elég, hogy kikiáltjuk a szabadságot, az ölünkbe pottyal, és örülünk, és mit tudom, micsoda, de az intézményeket létre kell hozni, azokat az intézményeket, amelyek ugye a szocializmus vagy kommunizmus alatt nem léteztek. És ebben ő nagyon sok hibája volt, de ebben ő hihetetlen konzekvens volt és kemény. Tehát ez neki a hibái mellett történelmi érdeme, hogy hogy az intézményesítésnek a folyamatát elindította, sőt részben be is fejezte. Elmondhatok egy anekdotát, vagy persze. Belefér? Persze. 90-ben először azt mondom el, hogy valamilyen Margit-szigeten valamilyen nagy ünnepség volt, amire én, hogy hivatalos voltam-e vagy sem, vagy csak kíváncsiságból elmentem, nem tudom, de lényeg az, hogy ott egy ilyen nagy az új kormány megalakításának volt valamilyen ünnepsége. És én ott voltam, és akkor ugye találkoztam az Antallal, és mondom, szervusz Jóska, mondom, hát gratulálok, csodálatos. Ugye? És akkor azt mondta nekem, hát azt mondja, tudod, belerántottak. Mondom, de hát ez egy óriási feladat, és majdnem, hogy érintette, vagy nem kimondta azt, hogy kulturális miniszterként szívesen látta, de ez nem volt így kimondva, mert én rögtön az elején lecsaptam a mondatot, és azt mondtam, hogy mondom, írni akarok a nagy regényemmel, el kell készülnöm, ha fejemre esik egy tégla, akkor ez az életem főműve ajba marad, stb. És akkor azt mondta, hogy hát jó, azt mondja, igen, én csinálom a magamét, te pedig csak írjál. De a másik érdekes Igen. találkozó az volt, ez érdekesebb ennél, hogy a feleségemmel mentünk Korzikára, ahol egy nagyon nagyhírű osztrák operaénekesnő kurzus tartott. És én vittem az Ildikót kocsival, és ahogy megyünk keresztül Olaszországon, ugye a Milánó felé, ahol komppal mentünk volna át Korzikára, mondom, Ildikó, voltál te már Velencében? Azt mondja, nem. Hát ne viccelj, mondom, hát van 3 napunk, akkor most menjünk Velencébe. Bementünk, csodálatos volt ájulni, az ember, én nyilván minden, te is szerelmes vagy Velencébe, mindenki imádja, amíg el nem árasztják, persze. És esti séta, és egyszer csak a legelegánsabb hotelt, ahol nem igen laktam én abban. Én se. Na jó, mindegy, szóval van egy nagyon elegáns hotel. Szóval a lényeg az, hogy ott a Lidón
esti forgalom, kavalkád, sétálgatunk, és ezzel csak valaki elkezd hiabálni, hogy Artúr. Bocsánat, most sajnos belementem valamiben, amiben sose szeretek. Én eredetileg Artúr vagyok, és csak a Görgei Artúr iránti tiszteletből választottam a Gábor nevet. Tehát ennek ez a... Artúr, Artúr, megfordulok, és ott van jó néhány méterre az Antal József. Mondom, hát ez hogy? Hát ti hogy kerültök ide? Hát mondom, úgy, hogy megyünk, Ildikót viszem azért Korzikára, és hát gondoltam, hogy pár napra ide el, és akkor jöttek egy ilyen közép-európai találkozó volt a San Giorgio szigeten. És akkor fejezték be a tárgyalást, és jöttek oda, és mi beszélgetünk, és négy ilyen monstruózus pasi a jó néhány méterre áll, és úgy feltűnő volt nekem. És erre azt mondom az Antalnak, hogy te mondd, ezek azok? Azt mondja, igen, azok. A különbség csak annyi, hogy most előre köszönnek. Hát minden esetre te voltál az egyetlen ember Magyarországon, akinek két miniszterelnök is munkát ajánlott, és a másodikat elfogadtad a megyesi kormányban. De ahogy látom, a 90-es évek eleje különben is egy ilyen, hogy mondjam, csak túlvállalós időszakod. Az Írószövetség, a Széchenyi Akadémia alapító tagja, a 92-ben Írószövetség elnökségi tagja, 94 a Magyar Televízió művészeti vezetője, ugyancsak 97 PEN klub alelnöke, később elnöke, és hát aztán 2002-ben miniszter lettél egy évre. Igen. Megbántad? Hát ez sűrű élet volt. Igen, nagyon sűrű volt, igen. Sűrű. De hát úgy tűnt, hogy sok mindenkinek szüksége van rád. Tessék? Úgy tűnik, hogy sok mindenkinek szüksége volt rád. Ja, hát így is fogalmazhatjuk, és ha így van, akkor ennek én örülök. De azért volt egy furcsa mellékzöngéje ennek, mert én soha életemben posztokra nem vágytam, és nem is törekedtem. Te semmilyen posztra, tehát se írószövetségi, se PEN elnökségre, hát arról, hogy miniszterség, hát élet soha ezenben nem jutott volna. Na mostan nagyon sokan úgy fogták fel, az például a tárcaírói működésemet, és ami egyre keményebb és egyre hogy is mondjam, erőteljesebbé vált, hogy valamire készülök. És úgy emlékszem, hogy amikor a Kerényi Imrével egy kiállítás A rendező Kerényi Imrével, igen, akivel egyébként én sokat dolgoztam, de a miniszterségem második hónapjában, ugye, tehát májusban alakult meg a kormány, és a Kerényi akkor váltott, sajnos ő sokszor váltott, és Isten bocsássa meg nekem, én őt nagyon nagyszerű rendezőnek, nagyszerű színházi embernek tartom, de ezeket a váltásait enyhén szólva nem szerettem. A 2002-ig ő inkább egy ilyen liberális ember, igen, volt, ugye? Igen, hát ő csinálta azt a gyertyás vonulást, igen. Nem tudom, emlékszel, igen, rá, igen. A parlament elé, meg minden, beszélt, minden. Hát igen, karta tüntetés, stb. És, igen, tehát akkor váltott. Igen, és akkor annál presszóban találkoztunk egy bemutatómra, amit én is rendeztem volna, a Rokokó háború című darabom, ami az első darabom volt egyébként 76-ban Kaposváron, és hogy én ezt akkor megrendezem nála a következő évadban, és akkor amikor felállt és elbúcsúztunk, azt mondja, egyébként én most politizálni fogok. Hát mondom, jó, ahogy gondolod, bár nagyon jól csinálod a színházat, és rendezel minden, de minden. És akkor
egyszerre csak egy ilyen egy megszállottá vált. Nem tudom, mennyire emlékszel rá, olyan rettenetes, úszító, katasztrofálisan nem kultúremberhez méltó hadjáratot folytatott, nem csak sajtóban, hanem televízióban is. Hogy az valami őrület, és az ember nem értette, hogy mi jutott belé, mindene megvolt, színháza, sikere, ezért minden. Hát nem lehet, hogy... És akkor én, mert ezért mondom az egészet, és akkor én miniszterként már írtam egy teljes kolumnás cikket, Levélféle Kerény Imréhez címen, amiben én felsoroltam az ő életét, és felsoroltam együttes munkáinkat, sokat rendezett tőlem, meg dolgoztunk együtt, és az egyúttal azzal befejezem, hogy ezek után a rokokó háború rendezését természetesen nem vállalom, és a többi. És hát ez elég nagy feltűnést keltett ez az írásom. Sok korábbi pályatársaddal vagy kortársaddal kapcsolatban láttál ilyen pálfordulásokat? Nem tudom, hogy ezek mennyire pálfordulások, és mennyire voltak korábban bennük elnyomva az, ami később kijött, ezt nem tudom megítélni. De sok ilyen történeted volt? Igen. Igen, részben meg is írogatom. Van egy olyan kezdeményezésem ezzel a rossz szememmel. Én mostan nagyon nehezen írok, és nagyon komplikált eszközökkel és minden, a makuladegenerációval. De van ilyen emlékmorzsák, tehát ami eszembe jut, azt leírom. Semmi kompozíciója nincs, életemben először írok úgy, hogy nem komponálom meg, és ebben ezekről írok, amit most kérdeztél, ezekről a kis történetekről. De azon túl, hogy mi lett velem, ér ilyen, azon túl gondolsz valamit ezekről a változásokról? Hogy miért van az emberben, hogy is mondják ezt ilyen népiesen, miért fordul meg az emberben a borjú? Tehát, hogy miért lesz más ember? Én megmondom neked őszintén, hogy a Kerényi esetében, hát rendszerint megvan a kulcsa az ilyen változásoknak, és az ember megtalálhatja. Ugye, hát a Csurkánál teljesen nyilvánvaló. De a Kerényi számomra egy rejtély. Azért rejtély, mert egy olyan fantasztikus pálya volt, amit ő csinált. A másik oldalra is, tehát mit tudom én, ezt meg is írom ebben a Filipikában, hogy nem tudom hányban ő rendezte a moszkvai november 7-i ünnepséget. Már hogy Moszkvában ő rendezte? Ő rendezte, hát valószínűleg a kulturális részét. Tehát, hiszem, magyar rendező a Szovjetunióban megrendezte igen, a forradalmi ünnepségnek egy részét. Hihetetlen. Hát ezt még nem is hallottam. És akkor egyszerre csak a napreszóban feláll, és az, és egyébként tudottam veled, hogy mostantól kezdve politizálni fogok, de nem tudtam, hogy fog politizálni, de ez valami szörnyűség volt. Én a Kerényire vonatkozóan nem találom meg a kulcsot, hogy miért csinálta, mert semmi különösebb, nem lett államtitkár, nem lett, jó, hát az Orbánnak egyik fontos kulturális embere lett, de tulajdonképpen semmiféle posztja nem volt igazán. Itt a beszélgetés végén, ha megengeded, akkor
Én szeretnélek téged fölköszönteni a 90. születésnapodon. Nem is tudom, hogy ezt tudják-e, hogy ez a fiatalember, akit meséli az emlékeit, már 90 éves. Milyen? Hülye kérdés? Tudom, hülye kérdés, hát, de milyen? Meg kell mondjam neked, hogy épp ésszel, hála Istennek, és ezt megkaptam a Teremtőtől, épp ésszel élem meg, de tulajdonképpen nem értem. Nem értem, hogy mi történt közben, hogy ment el az élet a Petőfivel élve, hogy eliramlott az élet. Na most én mindig a Görgei Artúrra hivatkozva, aki 99. életévében halt meg, ugye, ezt na könnyelműen mindig az különböző alkalmakkor azt mondtam, hogy egyébként hát a Artúr bácsi mintájára és a feleségem rémületére én is célba vettem a 99-et. Na most tudod, mi a baj? Az a baj, hogy most, hogy 90 lettem, és szembesültem, hogy akkor most 9 évem, ha ez a teljesül, ez a kívánságom, akkor már csak 9 évem van, akkor elkezdek verejtékezni a rémülettől. Már csak 9 évem van. Úgyhogy most már egy kicsit steigeroltam, mert nagyon sok felé lehet olvasni, hogy 105 éves korában meghalt, 105 éves. Úgyhogy én mostan megpróbálom a 105 évet megcélozni. És ebben a nagyon rövid életben, mert minden élet nagyon rövid, még a leghosszabb is, mert ember legalábbis így érzi, ebben a rendszerváltás környéki pár év, ez milyen élmény a legfontosabb? Már úgy értem, hogy a maga örömében a legfontosabb? A rendszerváltás nagyon furcsa ez. Nagyon beletrafáltál vele a kérdéssel a szívem közepébe, vagy mi, hogy mondjam, mert ugye ez egy óriási eufória volt. Nem, én, aki párja voltam a Rákosi rezsimben, ugye, hát különösképpen, hát gondolhatod, hogy mit jelentett számomra ez, és hogy nem csak Magyarország ölébe pottyant a ingyen a szabadság, hanem még a nagy Szovjetunió is összeomlott. Szóval ez valami hihetetlen volt. De az volt a félelmem, hogy mentálisan és történelmi múltját tekintve ez az ország vagy ez a nemzet még nem érett arra, hogy a demokrácia valódi értékeit használja. És én azt meg is írtam, tehát tudok hivatkozni rá, hogy azt írtam, hogy van az az mondás, hogy mitől szép a angol gyep. Ugye azért, mert 300 éven keresztül öntözik. Én azt írtam, hát nem 300, de legalább 30 év kell ahhoz, hogy használni tudjuk a ölünkbe pottyant szabadságot és demokráciát. Gábor, pontosan 30 év telt el. Hát igen, ez az, ez a borzaszt. Na most, ez azért mondom, mert egyfelől egy csodálatos eufória, ami szép, lassan kezdett visszahúzódni, és tulajdonképpen ma én nagyon-nagyon-nagyon szomorú vagyok politikailag. Nagyon szomorú vagyok, és annak ellenére, hogy ez a 13. választás, ez egy nagyon fontos csoda, mert nevezzük csodának, de amíg eljutunk oda, hát tulajdonképpen előről kell kezdeni a rendszerváltás utáni éveket.
ha megtörténik az új rendszerváltás, mert kell jönnie egy új rendszerváltásnak, és előről kell kezdenünk mindent. De én ezt már nem fogom megélni, az a baj. Lenne erőd még hozzá? Erőm? Uh-huh. Hát hajaj. De mennyire? Ki tudnám bulizni a teremtőtől, akkor most aláírnék egy nyilatkozatot, hogy igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Én meg köszönöm a meghívást. Görgei Gábor író volt a vendég az elmúlt 2x25 percben. A szerkesztő Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!